A Becsei futballistáinak a vajdasági Szerbliga elmúlt 12. fordulójában sikerült kiharcolniuk az újabb 3 pontot, méghozzá a mérkőzés utolsó perceiben. A Tisza melletti városi stadionon a pancsovai Dinamo csapatát győzték le 2-1-re a hosszabbításban. Mint ahogyan azt a Becsei edzője Branko Savic kiemelte, ismét bebizonyosodott az az íratlan szabály, hogy nehéz, amikor egy első helyezett csapat a tabella végén álló csapattal mérkőzik meg. A Becsei szurkolói azt hitték, hogy az első félidőt gólok nélkül fejezik be a játékosok, ám ez nem így történt, és azt is gondolhatták, hogy a Dinamo a meccs végén 1 ponttal tér haza, de ez sem így lett. Ugyanis Tomčić a 94. percben szerte oszlatta a szurkolók meggyőződését. A 40. percben Drázsic jobbról bedobott labdája Savanovićhoz került, aki magabiztosan a hálóba talál, és megszerzi az 1-0-ás vezetést. A vendégek kiegyenlítő gólját Milinković szerezte az 58. percben, mintegy 16 méterről. Az óbecseieknek pedig szögletből sikerült a már említett Tomčić újabb gólja által az utolsó percekben legyőzni a vendégcsapatot, ezzel újabb 3 pontot elkönyvelni, és ismét a tabella élére kerülni. Ha összegzem ezt a meccset, akkor a legfontosabb az, hogy a végén sikerült megszereznünk azt az újabb 3 pontot. Úgy gondolom, hogy valahogy visszavágott az az előző mérkőzés veresége, amikor a 90. percben kaptunk gólt. Nem lehetünk elégedettek az első félidővel. Eléggé halovány játék volt, kevés energiával, de az utolsó percben mégis sikerült gólt szerezni. Megbeszéltük, hogy a második félidőben megvédjük ezt az eredményt, de persze ezt nem sikerült betartani. Aztán pedig a végén sikerült egy újabb gólt lőni. A futballban a legfontosabb a hozzáállás, és talán emiatt történt ez így, mivel a fiúk úgy gondolták, hogy elsők vagyunk, akkor lazíthatunk kicsit, de ez nem így van. Minden mérkőzést maximális erőbedobással kell játszani, és ez ezen a meccsen be is bizonyosodott. Mert miután agresszívebben kezdtek a vége felé játszani, ez meg is hozta az eredményt. A következő 13. fordulóban a Becsei játékosai Rumába utaznak, ahol az ottani május 1-e csapatával mérkőznek meg, amely jelenleg 20 ponttal a tabella 6. helyét foglalja el. Egy igazán jó csapat lesz az ellenfelünk, akik elég jól feljöttek, ezért nem lesz könnyű dolgunk. Azonban minden fejben dől el, és a hozzáálláson múlik.